Ez az önkényes mérvadó. Kórház? Ez az önkényes mérvadó. A kórház? Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva. Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en. Nem szolgálunk, formálunk. Szerdán az űrkutatásról beszéltünk, és az űrkutatás értelméről, és az Elon Musk-nak a vallási szektája betámadott minket, mondván, hogy mekkora hülyeségeket beszéltünk. Egészen pontosan téged. Milyen csodálatos, és téged, hogy nem fékeztél meg engem. Igen. Milyen csodálatos pedig, milyen csodálatos eredményei vannak az űrkutatásnak, mint... Egy fél pillanat, azért idézek néhány kommentből. Puzsér, te tudományok és politika kiszer tündéje, te mély sötét. Amit itt fölhánytál, bizonyítja, hogy sokkal butább vagy, mint aminek eddig valaha látszottál. Puzsér, a tudomány fekete pákója. Várjunk csak. Végre nyári. Ez nem ide tartozik. Milyen dagadt ez a farmhoz, nincs? Robi űrszkepticizmusa iszonyat irritáló. Puzsér megint megmutatta, mennyire extrém sötétségben van mindenről, ami tudomány. Röfög mindig nulla tudással, nagyon gáz, maradnia kéne az irodalomnál, mert fizika órán nem figyel. Az a súlyos, hogy ezek nincsenek megindokolva, ezek a vélemények. Tehát, hogy konkrétan mi az, amit mondtam, és nincsen úgy? Hogy mi az, amivel itt éppen vitatkoznak? Egyébként valóban több kommentelő személyesen írt nekem, hogy miért nem fékeztelek meg. És én hosszan gondolkodtam a válaszon, aztán végül nem küldtem el senkinek egyfelől, mert egy lusta féreg vagyok, másfelől pedig azt gondolom, hogy igenis ott volt a kérdésre adott válasz ebben a beszélgetésben. Mégpedig abban a formában, de szerintem jobb, hogyha ezt te fejted ki, hogy te egy pillanatig nem mondtad kétségbe az űrben végzett kutatások létjogosultságát, értelmét és célját. De az volt az érvelés, hogy mennyi kísérletet, meg mennyi fejlesztést végeznek űrállomásokon, és az mennyire hasznos. Én nem vonom kétségbe, hogy azok a kutatások, meg azok a fejlesztések, amelyeket földkörüli pályákon... Ha tudományoskodó akarsz lenni, akkor mondasz, hogy mikrogravitációs környezetben végzett tudományos munka. Igen, tehát igen, akkor ezekben a... Akkor ugye az, amit mondtál, kösz. Igen. Ezekben a... Mert hogy nyilván a gravitáció az egy korlátozó körülmény itt a bolygón, ezért aztán ott fönt a földkörüli pályán, ezeken az űrállomásokon sokkal hatékonyabban lehet fejleszteni a technológiát. Oké, én elhiszem. Én nem akarom visszahívni a Földre ezeket az űrállomásokat. Meg a műholdakat És egy eszemben sincs a műholdakat visszahívni a Földre. Egyszerűen csak az űrkutatással kapcsolatban fejeztem ki a szkepticizmusomat. Az űrnek a kutatásával. Mert az nem űrkutatás, hogy te technológiát fejlesztesz egy űrállomáson. Az nem űrkutatás, hanem az egy technológia fejlesztés, ami speciál egy földkörüli pályán zajlik. Nem űrkutatás. Az űrkutatás az ugye arról szól, hogy mi az emberiség, és ehhez tartozik egy mítoszvilág. Ezért az arról szól, hogy külön fogsz majd kapni egyet, de majd akkor arra is visszatérünk. Tartozik ehhez egy mítoszvilág, hogy itt az emberiség azért kutatja az űrt, mert az emberi faj a kirajzás küszöbén áll. Tudod, a Föld csak az emberiség bölcsője. És azért kutatjuk az űrt, hogy keressük az ösvényt, hogy merre rajzunk ki. És akkor én erre bátorkodtam azt mondani, hogy nincs ösvény. Nincs hova kirajzani. Nincs odakint semmi, amit kutassunk. És én értem, hogy minden percben találunk újabb és újabb égitesteket, galaxisokat, amelyeket rendszámokkal látunk el. Értem, hogy rengeteg mindent találunk odakint, csak mindegyik annyira messze van, és annyira messze, hogy már mondhatom, hogy annyira régen volt, hogy ezek az égitestek, ezek legfeljebb annyira befolyásolják a mi életünket és sorsunkat, mint egy science fiction movie, amit megnézünk egy multiplex moziban. De megnézhetjük a multiplex moziban a Dűnét, és az nagyon érdekes, de nagyjából annyi következménye van a mi életünkre és sorsunkra, mint az, amit a Hubble űrteleszkópban látunk. Semennyi. Csak erre hívtam fel a figyelmet. Arra hívtam fel a figyelmet, hogy nem létezik olyan összeomlás a Földön, amelynek a nyomán a Föld bolygó alkalmatlanabb lenne az életre, bármilyen életre, mint a Mars, aminek légköre sincs. A Mars terraformálása a legnagyobb blöff, és én értem, hogy az Elon Musk vallási szektájának a hívei
azok elvesztették a hitüket a Jézus Krisztusban, a Mohamedben, a Buddhában, mindazokban a vallási projekciós tárgyakban, amelyek hát meg tudnak szervezni egy gondolkodást, hogy mi lesz velünk a jövőben. Ezek az emberek, ezek elvesztették a hitüket, és kell nekik egy messiás pótlék. És a technológia, akárhogy is, a technológia már a vallássá lépett elő, Elon Musk már ennek a vallásnak a messiásává, az új Krisztusává lépett elő, és a Mars az meg az új mennyországgá, Isten országává lépett elő, ahova Elon Musk eljuttat minket. Szeretném jelezni, hogy kamu a megváltástanotok, kamu a messiásotok, és kamu eleve az az elképzelés, hogy a tudomány meg fog váltani titeket. Keményen meló lesz az Exodus, mint ketté választani egy tengert. Lényegesen. Itt ennek kapcsolatban egyébként van egy érdekes vita, ami kialakult itt a kommentelők között, ami egyfelől tartalmazza a te érveidet, másfelől pedig a téged támadók érveit, szerintem érdemes felolvasni. Azt mondja, valószínűleg azért költenek dollármilliókat erre a projektre, nála értelmesebb emberek, igaz? Kérdezi valaki, gondolván Elon Muskra, illetve azokra, akik az alapkutatásokba fektetnek. Énként miért még tovább olvasnám, szerintem... Hogy ennek nem, ennek nem marketing célja van, nem, hát ennek a Mars terraformálása, értelmesebb emberek, tehát nem is kell itt érvelni a légkörrel, hiszen értelmesebbek, mint a Puzsér. És többet is költöttek. Világos, többet is költöttek, tehát nem kell meghallgatni az ellenérveket. Okosabbak. Valaki, aki veled ért egyet, visszakérdezett, hogy melyikre. Válasz, a Mars elérhetővé tételére, SpaceX. Válasz, ja oké, kicsit elmentünk más irányba. A válaszom egyértelmű, mert bejön, mert Musk pofátlan süketelése hozzátartozik az imidzséhez, ami iszonyat módon tolja fel a cégének értékét. A Mars terraformálásának semmi alapja sincs, semmi. Egy gyakorlatilag légkör nélküli bolygóról beszélünk. Válasz, nincs lehetetlen, csak tehetetlen. A tenger mélyén sem kapnánk levegőt. De miért nem Szabó Péter terraformálja a Marsot akkor? A tenger mélyén sem kapnánk levegőt, de a tudomány mégis lehetővé tette, hogy ott is létezhessünk, nem? De... Válasz, nem. Nem tudnánk létezni a tenger mélyén, 11 kilométer mélyen lemenni, és alig nem, hogy huzamosabb ideig ott élni. Nem tudom, mire gondolsz ezzel. A Marson a gravitáció annyival kisebb, hogy végzetes a testünkre, és nincs légkör, sőt a Mars megtartani sem tudná légkörét, hiszen már egyszer elvesztette. Nincs mágneses mezeje, a napszélnek nem áll ellen, a hőmérsékletváltozás brutális, és ráadásul az egyik holdja bele fog csapódni, ha már ilyen hosszú távon gondolkodunk. A Mars terraformálása Elon Musk totális baromsága, asztrológia és a béljóslás 21. századi szerelemgyermeke, amely ígéretet soha sem kellene beváltani, ezért nyugodtan be lehet ígérni. Pontosan ezért is ígéri be. Mert ő maga is tudja, hogy sosem fogják felelősségre vonni. De azért én megkérdezném tőle, hogy honnan vesz légkört a Marsra, és hogyan biztosítja, hogy ne illanjon el, ahogy ezt már megtette, ne feledjük, miközben a Földön azt sem tudjuk megoldani, hogy ne menjen fel a széndioxid koncentráció, pedig ennek a problémának a technikai megoldásait már ismerjük. Honnan tudod, hogy nem biztosított Elon Musk légkört a Marsra? Csak elillant, nem akarja megmondani. Szerintem még egy fontos dolog van egyébként, hogy a Robi az alapkutatásokat sem vonta kétségbe, illetve szerintem te az ellen se vagy, hogy a Hubble további felvételeket készítsen a táguló univerzumról. De nekem semmi kifogásom nincs az ellen, hogy egyre többet tudjunk meg a világegyetemről, csak ez a mi sorsunkra nem lesz semmilyen módon hatással. Én azt gondolom, hogy egyébként a közös beszélgetéseinknek a szakralitást, vagy a metafizikát érintő részei számomra és számodra is ott tartalmaznak közös meccéspontot, ahol egyébként ezek a világűrben folytatott alapkutatások szóba kerülnek. Tehát én kevésbé vagyok nyitott a spiritualitásra, az én spiritualitásom mondjuk az űrkutatás, és ezen keresztül azt gondolom, hogy könnyen megtaláljuk egymást. Számodra ugyanolyan fontosak azok a felfedezések és állítások, csak metafizikai vagy spirituális szempontból, amit mondjuk a modern csillagászat vagy a modern űrkutatás, mondjuk mit tudom én, a James Webb űrteleszkóp fog majd a világról megmutatni nekünk, vagy az a gravitációs hullámmérő berendezés, ami 20 év múlva kitelepül majd a világűrből, ami olyan lesz, mint a mostani LIGO, csak sokkal érzékenyebb. Ezek mind nagyon fontos dolgok, de attól még nem fogjuk tudni terraformálni még a Holdat sem. Főleg azért nagyon fontosak, mert akár a kvantummechanikának a kutatásai, akár a táguló világegyetemnek, mondjuk a fekete lyukaknak a kutatása és az ahhoz tartozó eseményhorizontoknak a működése és azoknak a megértése, ez mind áthat a bölcsészetbe, mind áthat a kultúrába. Én úgy gondolom, hogy például a valóság utáni
világot, amit itt a 21. században élünk, nem kevéssé a kvantumok elemi bizonytalansága képezi, amely fizikai tudásunk áthatott a kultúránkra, áthatott a arra, hogyan a kultúráról, arra, hogyan egymásról, a világról gondolkodunk. Tehát, hogy itt ma már semmi nem elszigetelhető semmitől, ezért én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos tudások. De nem azért, mert az űr a következő lépcsőfok, mert úgy viszonyulunk az űrhöz, ahogyan Kolumbusz viszonyult az Atlanti-óceánhoz. Ez a kamu, ez a hazugság, hogy ott van egy újabb kontinens, és már csak egy új Kolumbuszra van szükség Elon Musk személyében, hogy elinduljon a Santa Maria és meghódítsa a Marsot. Ez a hazugság. Várunk valamit, ami lehet, hogy eljön, ha elég ideig, elég energiát teszünk bele, a kihalásunk után olyan 2 millió évvel összejöhet mondjuk egy kör. De azt gondolom, hogy a te életedben várni egy megváltást, hogy tudod, a te életed elviselhetőbb legyen, hogy egy megnyugvást találj, akár a halálod, akár az életben elhordott szenvedéseddel kapcsolatban, az az űr, amit kutatni kell, az a lélekben van belül, az kellene feltérképezni. Arra van esélyed, és legalább olyan bonyolult, legalább olyan ismeretlen sok ember számára az, hogy nem tudom, nem a Földön kívül kell keresni, hogy miért vagyunk ezen a világon, hanem magadon belül. Nem, hát arról van szó, hogyha mi kirajzunk a Földről, akkor az a válság, az a krízis, amit itt a Földön hagyunk, az meghaladható, és nem itt kell meghaladnunk, akkor nem kell változtatnunk az életmódunkon. Kognitív diszonancia oldás áldozatiság. Pontosan erről van szó. Arról van szó, hogyha a Föld csak egy dobbantó nekünk, hogy kirajzunk végre, megkódítsuk a Marsot, és aztán elhagyjuk a naprendszert, és újabb csillagrendszereket hódítsunk meg, és egy nap elhagyjuk a tejútrendszert, és az emberiség újabb és újabb horizontokat hódítson meg a világűrben, az azt jelenti, hogy nem kell változtatnunk az életmódunkon. Az azt jelenti, hogy nem kell megmentenünk a Föld légkörét. Az azt jelenti, hogy nem kell megmentenünk a következő nemzedékeknek az életét itt a bolygón. Az azt jelenti, hogy nem kell szembenéznünk az életmódunkból fakadó fenntarthatatlansággal. Nem kell szembenéznünk az önző és végtelenül szűklátok körül életmódunkkal, a marketing vezérelt öngyilkosságba hajló ostobaságunkkal, hanem folytathatjuk az életünket így, ahogy most, mert nem, tudod, nem érünk körbe a Földön, nem végesek az erőforrások, hanem végtelenek, és ennek a végtelenségnek a hazudása segít minket hozzá ahhoz, hogy úgy éljünk itt a Földön, minthogyha nem közelítene hozzánk nap mint nap az ítélet. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en. Előálltatok ezzel a kommentáradattal, amelyek azért, hát mondjuk azt, hogy a szellemesek arról az oldalról, akik ilyen tudományosan fogják vissza ezt a gyűlöletcunamit. A másik oldalról inkább személyeskedők. Én ezt sajnálom, mert azt gondolom, hogy ennek a műsornak az üzenete pontosan nem az, hogy kioktatóan meg te legyél a tanár stílusban beszélgessetek utána. Persze, hadd ne én mondjam meg, hogy hogyan beszélgessetek, de azért egy mintával igyekeztünk szolgálni az elmúlt 5-7 évben. De vajon, ha most konkrétan erre a tech kultra, vagy tech vallásra rámegyünk, mi okozza ennek a vallásosságát, és vajon aki ténylegesen abban bízik, ott találja meg az élet végével kapcsolatos frusztrációjának a feloldását, hogy majd a Marsra elköltözünk, pedig hát valószínűleg 47 évet fog még élni, és ez ha összejönne véletlenül, akkor 240 év múlva lesz, vagy 3000. Ő tisztában van-e vele, hogy benne egy vallási igény van, tehát hogy benne egy olyan megnyugvást keres, amit a Robi által felsorolt proféták nyújtanak esetleg, ugye Mohamedet, Buddhát és Jézust említette. És ráadásul ez az egész mozgalom emlékeztet azokra a szektákra, ahol az eljövetel ugye mindig késik, ahol először az alapító ígéri meg majd, hogy egy pillanatban egyszer csak leszállnak a világűrből, vagy kiemelkednek a pokoltüzéből, vagy teljesen mindegy materializálódnak
meg egy másik dimenzióból érkezvén majd a megváltóink, és ez az időpont valahogy mindig kitolódik. Én is áldozata voltam egyébként ennek a kultusznak nagyon hosszú időn keresztül. Én például a Mars utazásban hittem nagyon hosszú időn keresztül, ahogy egyébként a nemzedékem fiataljai általában, akiket érdekelt a tudomány és a technika, meg az űrkutatás. A Mars utazás először, amikor ilyen, nem tudom, 8-10 éves lehettem, a 90-es évek közepére lett megígérve. Aztán meg lett ígérve a 2000-es évek elejére. Aztán, meg lett ígérve mindenképpen a 2010-es évek elejére. Most már nem is nagyon beszélünk róla. Már a 2030-as dátumról is úgy beszél a NASA, hogy hát ez egy nagyon optimista becslés. És valójában nem csak a megvalósíthatósági problémák miatt tolódik egyre jobban és jobban kifelé az emberes Mars utazásnak a lehetősége és időpontja, hanem azért is, mert egyfelől látszik, hogy mind az a tudományos munka, amit a Marson szeretnénk elvégezni, robotokkal nagyszerűen elvégezhető. Kettő, igazából pontosan mi értelme is lenne annak, hogy az ember megvesse ott a lábát. Tehát azért nem ugrik bele ebbe valójában egyetlen egy nagy magáncég és a NASA sem, mert igazából nem hogy tudományos, még gyakorlati értelemben is sem jelent semmiféle előnyt az emberes Mars misszió, illetve csak és kizárólag problémákkal járna. Szóval én már csalódtam ebben a szektában sokszorosan, és elhagyni készülök, sőt már abba sem vagyok hajlandó hinni, amit ugye 2024-re ígértek, hogy lesz újra holdutazás, ugye? Ez a NASA és a SpaceX meg Jeff Bezos közös projektje. 50 évvel ezelőtti most 2025-re tolódott. Újra retrózzák. Igen, 2025-re tolódott. És ez miért lenne nagy dolog? Hát, megmondom, hogy miért, mert hogyha van állandó holdbázis a Holdon, akkor oda ki tud települni egy csomó egyéb technológia is, és a Holdról indulni a Mars felé. Áhá, értünk. Holdról indulni a Marsra. Sokkal könnyebb, mert sokkal kisebb a gravitáció, meg egyáltalán, meg azt a nagyon nagy űrhajót összerakni, ami ahhoz szükséges, hogy valakiket, egy csapat űrhajóst több mint fél éven keresztül életben tartson a Mars felé menet, majd ott leszállva szintén ellássa oxigénnel és élelemmel, majd még vissza is utaztassa. Ahhoz egy nagyon nagy űrhajót kell építeni, aminek a darabjait majd a világűrben, illetve a Holdon fogják összeszerelni. Ez így praktikus, mert akkor szerintem különben megérjük. Meg kicsit olyan ez, mint a teákon lakni. Frekventált környék, minden tömbben van közért kocsma. A természettudományok fekete pákójaként hadd vessem fel, hogyha ez nem egy vallás. Az ékezeteket akkor hagyd ki a mondandódból. Hogyha ez nem egy vallás, akkor miért nem lehet elismerni a teljes tudománytalanságát, a teljes hülyeségét, a banális, triviális, mondjál konkrétumokat, ostobaságát, hogy miért nem annak tudományos. Ennek a most, hogy viszik oda a levegőt? Hogy jut oda a levegő? Én nekem van egy ötletem erre. Hogyan? Mert érted, nem a Mars utazásra gondol a Robi, hanem a Mars terraformálására. Az, hogy az ember a Marsra utazzon, ez lehetséges. Csak az a kérdés, hogy minek? Az a kérdés, hogy miért lesz ez jó, önmaga szimbólum értékén túlmenően. Itt arról van szó, hogy mi az, amit az ember jobban meg tud csinálni, mint amit a Curiosity, vagy a Perseverance, vagy egyáltalán bármelyik marsi robot. Nem, hát itt tudod... Jobban körülnézünk? Igen. És tudod, a terraformáláshoz, ahhoz levegő kell, víz kéne. Hogy juttatjuk oda a vizet? Ja, hát a víz az meg a másik, ugye ez a következő, illetve a marsi életkutatása. Ez is ugye, melyik is volt az első ilyen kis guruló robotocska, amit még a 90-es évek végén küldtek fel a Mars, az baj, hogy már nem jut eszembe a neve, az jut eszembe helyett, hogy Phantom Menace, ami ugye a Star Wars első epizódja. Na mindegy, de a lényeg az, hogy az már az is a marsi életet kutatta, illetve hát már tulajdonképpen az első ilyen pioneer küldetések is. És a marsi élet is olyan, mint ez a Mars utazás, hogy mindig közelebb és közelebb kerülünk hozzá. Ez olyan, mint az életkerekedésének a titkának a megértése, hogy minden egyes tudományos nemzedék egyel közelebb kerül az életkerekedésének a megértéséhez. De és valahogy... minden lépéssel végtelen messzeségben marad. Így van, tehát olyan, mint az abszolút nulla fok elérése. Tehát a marsi élet is már majdnem megvan. Minden évben majdnem megvan. És most már nagyon, most már találtunk egyszerű nukleinsavakat is, meg most már egy csomó helyet találtunk, ami jól láthatóan a víz erodált, meg ebben a mélyedésben itt korábban folyóvíz lehetett, és a nap olyan módon égette meg, ráadásul, ami esetleg nukleinsavak keletkezésére is lehetőséget adhatott volna, de valahogy minden egyes évvel elmarad a nagy bejelentés, hogy most tényleg megvan. Szóval, hogy mi az igazából elismerhetetlen, az, hogy ez egy vallás.
ez igazából elismerhetetlen. Mert tudod, ők a vallást vetik meg mindennél jobban. Ők ennek a tech-optimizmusnak, ennek a technológiai mítoszvilágnak a hívei. Mert hogy ők körmük szakadtáig állítják, hogy ez tudomány, hogy ez már pedig tudomány. Akkor is, hogyha olyan science fiction, amihez technológiákat kell kitalálni, nem léteznek, akkor is a körmük szakadtáig állítják, hogy ez tudomány. Tudod, ha nem vallás lenne, akkor el lehetne ismerni a képtelenségét. De pont azért, mert vallás elismerhetetlen, hogy erre az ember nem képes, nem adottak a feltételek, nem tudunk élni akárhol, nem fogunk tudni élni a Marson, nem terraformálható a számunkra. Lehetséges, hogy majd egy következő civilizáció, nem ez az Elon Musk, nem ez a Tesla autó, hanem majd egy elkövetkező, sok ezer év múlva egy elkövetkező civilizáció majd más szemmel tud tekinteni az űrre. Elképzelhető, hisz az emberi fantázia az felmérhetetlen, de hogy ez itt és most nincs napirenden. És amit az Elon Musk ezzel kapcsolatban művel, az szabályos parasztvakítás, ahhoz semmiféle kétségem nem fér. És ezzel kapcsolatban kellenének most már az érvek. De vajon Elon Musknak félre kétsége hozzá? Tehát ő tudja-e, hogy ez a művelet, vagy ő hívő? Hogy ő, érted, szerintem mire arról van szó, dupla gondol. Vagy arról van szó, hogy annyi profitja múlik ezen a szemfényvesztésen, akkorára fújta ezt a lufit ezzel a semmivel, és ez a lufi akkora profitot termel, és akkora gazdasági erővé képződött, hogy elismerhetetlen már az ő számára is, hogy ez egy kamu, hogy ez egy büdös nagy kamu, hogy valójában Elon Musk igen, egy szélhámoskodik nem ezzel a mostára formálásával, meg ezzel a jövővel, amiben az ember kirajzik a bolygóról. Érzem a jövőt, illetve van egy megoldásom a légkörre, mindkettőt el szeretném mondani. Először is a megoldásom, majd kért számon, hogy azt mondtam, hogy érzem a jövőt, és mi fog történni, jó? Szóval a megoldásom az a következő volna, hogy mindenki, beszéljünk meg egy, mit tudom, péntek délután 2-kor, mindenki ugorjon föl a földön egyszerre. Ezt már próbálták, de ők a forgást akarták lelassítani. Gondolom, hogy hosszabbak legyenek a napok, mert akkor este tudod, több időd van, meg ilyenek. Hogy mindenki ugorjon föl egyszerre, és hirtelen egyszerre fújjunk bele a levegőbe így, hogy... És hogyha nagyon erősen fújunk, mind a Mars irányába kell fújni, ezt, ilyenkor a Föld egyik fele nem tud sajnos részt venni, de amerre van a Mars, arra kell fújni, és a levegő átillan a Marsra, ami ugye tudományos, mert a Marsról eddig is illanással mozgott el a légkör, tehát érkezni is így fog. És mivel mindenki a levegőben volt, ezért a levegővel együtt, mi is oda kerülünk. Na akkor magunk alá... Nagyon észszerű okfejtés. Magunk alá fújunk akkor ezek szerint, nem a Mars felé. Magunk fölé. Hát a... Vagy a Földet magát akarod a Mars felé elfújni? Nem, csak a légkört, és csak abban mindenkit, aki ugrott. És aki nem ugrott, annak hát az ez van. De lehet, hogy aki nem ugrott, annak már elég a Föld. Azt már el fent tudja tartani a Föld. Igen, de az tény, hogy sokan vagyunk, igen. És tény, hogy jó lenne, hogyha mondjuk 2-3 milliárd embert átfújnánk én a Marsra. Én menném, átfújnám magam, mert én jó ember vagyok. Én azt akarom, hogy az itt maradóknak jó legyen. Na, a másik, látom jönni a jövőt. És itt. És mit érzel a jövőben? És az a jövő, hogy az lesz, hogy Elon Musk mondjuk olyan 12 év múlva, mert ő egy elég kitartó ember ilyen tekintetben, bevallja, hogy végig csak viccelt, és jönnek a kommentek, hogy hát nem vágtad, nem érted az iróniát, hát nem tudtad, hát hogy végig csuriban volt a keze. Ja, hát így már értjük. Hát akkor tényleg zseni. Mert ennyi embert így átverni egy ilyen vicces tudományos hekkel, hát ehhez tényleg zseninek kell lenni, és eleve az autó az űrben. Hát nem látjuk a jövőt. Hát nem, és erre a gazemberek rámondják, hogy marketing, meg hogy autót akar értékesíteni vele. Amikor épp az űrt kutatja, és éppen kövezi ki nekünk a pályánkat az űrben, amelynek nyomán kirajzik az emberiség. Egy kommentelő az imént azt írta nekem, hogy mi a
pont-pont-pontból van a CT, meg az MRI, meg a porckorunk hülye puzsér. Abból, hogy Hamvas Béla szerint a borkarika alakú, a pálinka meg ellipszis? De ez, ebből aztán az következik, hogy akkor tényleg, tehát a porckorong műtétemből az következik, hogy a Mars azért mégiscsak lakható lesz az ember számára. Jól értettem az okfejtést. Ha el lehet viselni a Mars által és a Mars és a napszél együttes ilyen kis koprodukciója által kínált életet a Marson, az nagyjából egy föld alatti élet lehet, nyilván mesterséges levegővel. De az van, hogyha így nekünk ez vonzó, tehát hajlandóak vagyunk a Marson a föld alatt élni, akkor miért nem tesszük meg azt itt, és hagyjuk a mi helyünkön, amit mi elfoglalunk a föld felszínéből burjánzani azokat az élőlényeket, akiké még rajtunk kívül. Én azt csinálnám, és ez legalább annyira mondjam, valószerű és tudományos, mint amennyire a Mars terraformálása, hogy megtöltenék egy űrhajót mindenféle ilyen halakkal, meg békákkal, meg angolnákkal, meg ilyen egyéb vízi élőlényekkel, elrepíteném őket ugye az Európa, a Jupiter Európa nevű holdjára. Noé. Igen, a Noé inverzum, mert ugye halak szerintem nem voltak a bárkán, bár nem tudom, csak tudod, őket nem zavarta az, hogy átfúrnám azt a több ezer kilométeres jégréteget, ami az Európa óceánját borítja, és kiengedném a halakat. És aztán várnék mondjuk, nem tudom, 2,5-3. De a növények nem kellene. De azok is, néhány hínár is kell, meg alga is kell. Részletekkel babrálok. És planktonok. Most minden fontos dolog, persze plankton is kell, ahogy nyilván moszat is. De hogy de várnék mondjuk 3-3,5 milliárd évet, ami megjelennének azok az értelmes lények, akikkel kommunikálva már, hogy mondjam, megoszthatnánk a technológiát. Azt hiszem, ezen a ponton kellene lejátszanom Mr. Garrison evolúció elméleti óráját a South Parkból, amikor egy perc alatt elmagyarázza, hogy igen, az csodálatos. Így méltatlankodik, hogy hát ő ebben nem hisz, hogy van ilyen evolúció, de hát neki le kell adni, mert benne van a nemzeti alaptantervben, úgyhogy akkor gyorsan összefoglalom, gyere is tudod, elmondja, hogy a nem tudom, a rozmár hal nagyanyátok kimászott a tengerben, és szexelt egy mókus majom, nem tudom mivel, és az lemászott a fáról, és így lettetek ti. Na, leadtam az anyagot. Ott. Ez egy csodálatos pillanata. Na igen, de tudod, valójában ennyi, nagyjából ennyire tudományos a Mars terraformálásának a mítoszvilága is. Tudod, az a nagyon érdekes, hogy vallás soha nem volt ennyire tudományos, és tudomány sosem volt ennyire vallásos a történelemben. Valahogy még a felvilágosodás előtti évszázadokban is a tudomány külön tudott válni a vallástól. Na nem a vallás tulajdonsága volt a tudomány, hanem létezett a tudomány, létezett a művészet, és létezett a vallás, és ezek külön létezők voltak. És valahogy mostanra történt meg az, hogy a vallás, hogy a tudományból vallás vált. A tudomány elkezdett vallási funkciókat felvenni. Hogy nem lehet, hogy ez valójában a felvilágosodásnak a terméke? Arról van szó, hogy az enciklopédia elfoglalta a Bibliának a helyét, és mostanra már nem csak a világról való ismereteinket, hanem a megváltástant, amit a Bibliából merítettek a korábbi nemzedékek, is magára vette az enciklopédia. Most már az enciklopédiának nem csak arról kell tudósítani, ami biztos és amit tudhatunk a világról, hanem át kell vennie ezeket a messianisztikus funkciókat a Bibliától. Tehát igenis át kell vennie a jövőnk megmentésére szolgáló mítoszokat. Én azt az érvet egyébként tökéletesen el tudom fogadni, hogy minden egyes ilyen tudományos projekt, akár a Mars utatás is, vagy akár a Mars terraformálásának kísérlete, én sem hiszek benne, de mondjuk egy ezzel a szándékkal indított tudományos kísérlet sorozat, aminek része az emberes Mars utatás is, okoz egy technológiai forradalmat. Én ezt tökéletesen értem, és ezáltal nem tudom, még kényelmesebbé és még nagyszerűbbé tehető az életünk, amennyiben nem lennénk elégedettek a 21. század kínálta jóléttel, illetve nyilván nem tudom, orvosolhat néhány olyan a jelenben orvosolhatatlannak tűnő problémát, mint mondjuk a globális felmelegedés, mert mondjuk a tudományos projektek nyomán létrejön mondjuk a fúziós erőmű. Én ezeket el tudom fogadni, csak azt nem mondjuk, hogy egyébként ennek nem
ez az összes ilyen projektnek és az összes ilyen tervnek valójában ne a föld felé mutató vektorai lennének. Szóval, hogyha, és oké, meg lesz a Mars terraformálása, tételezzük fel, hogy meg lesz. De tényleg, tehát, hogy így valami csoda folytán sikerül, és a Robi ezt tökéletesen rosszul létrehozunk egy olyan technológiát, amit oda viszünk, és ami légkört csinál, vizet csinál, légkört, életet. Igen, plusz mágneses mezőt a Mars köré mellett, ugye az sincs, és mindent csinál. És akkor mi a következő? Akkor mit fogunk még terraformálni? Mi a következő? Mert több ilyen bolygónk már nincs nagyon, amit itt terraformálhatnánk, akkor, akkor az emberi civilizáció két bolygón létezik onnantól kezdve, és akkor, akkor ez a történelmünk a továbbiakban. Tehát igazából ugye a tovább lépéssel látszik nagyon. De hova fogunk eljutni? Igen. Tehát a következő csillagrendszer milyen messze van innen? Hát, mit tudom én, 4,5 fényév a következő csillag. Igen, úgy értem, igen, hogy a következő igen, naprendszer. Igen, ami mondjuk így a jelenlegi technológiánkkal kb. Egy ilyen 50 000 év alatt érhető el. Érdekes, hogy a Marsnak a nem élő, de egyébként világával kapcsolatban nem érzünk felelősséget. Azt ott nem tudjuk tönkretenni a természetet, mert nincsen, ott csak ki tudjuk alakítani. De tönkre tudjuk tenni azt, ami van. Értem, hogy ez egyetlen, elvileg egyetlen érző lénynek sem árt. Mégis egy ilyen, nekem van egy ilyen furcsa érzésem a beavatkozással kapcsolatban, hogy ez a jogkörünk-e nekünk, hogy a mi életünk nem ide tartozik, és nem itt kell rendbe hozni, akár a föld alatt. Plusz van egy ilyen érzéketlenség benyomásom, hogy azért most, ha elmenjünk a Marsra, azért gondoljatok bele, hogy a Schwarzeneggernek nagyon ki fog gúvadni a szeme. Nem sajnáljátok? A Kuató melkasából meg kijön az a kis Haumann Péter, és azt szerintem így ezt nem akarhatjuk. Azt biztos nem akarjuk. Rendes hát ember ilyet nem hát kíván. A három mellő nőt a speciál akarhatjuk, azért ne zárjunk ki ja, minden, de mondjuk, minden, de mondjuk, minden következményt ebben a sztoriban. Az csak akkor jó, ha egyetlen három mellő nő van, ugye az Emlékmás című filmről beszélgetünk most már hirtelen, igen, ha valaki nem fejtette hát, volna meg. Három mellő nőből csak egy jó, mert ha kettő van, az már olyan, mint három két mellő nő, tehát hülyeség. Na most itt elhangzott a Marianna árok példaként. Ugye a Marianna árokba is lejutottunk, pedig ott nagyon rosszak a körülmények. Világos, hogy lejutottunk. 2-5 percre. Igen. Semmi kétség, hogy a Marsra is eljuthatunk, ha akarunk. Az is egy szonda volt, nem pedig ott lakunk. Igen, szó nincsen arról, hogy ne volna lehetőség arra, hogy egy szkafanderben egy ember egy nap a Marsra lépjen. Szó nincsen róla. És csak még szeretném jelezni, hogy a Marianna-árok mélyén, ahol nagyon-nagyon rosszak a körülmények, még mindig sokkal alkalmasabbak a körülmények az emberi ami életre, a felszín, mint a Marson. Annyira van a felszíntől, de legalább van víz meg élet. Annyira van a felszíntől, mint ide érd. Igen, tehát nincs... A helyzet az, hogy... És tudod, ilyenkor az érvek megsemmisülnek. Mert vallás. Tudod? Mert vallás. Ez a lényeg. És tudod, mi eljuthatunk, tudod, akárhova, mert a lehetetlen nem létezik. Ezek a marketing blöffök, ezek a marketing agymosások, ezek lehatoltak a tudományos világnézetnek a talapzatáig, és felülírtak mindent, ami ténylegesen, valójában az enciklopédisták szelleme volt. Hogy a megismerésre, hogy a tényekre alapozzuk a világnézetünket, nem a science fiction ábrányainkra, nem arra, amire vágyunk, nem arra, amit óhajtunk, hiszen az a Biblia, az nem az enciklopédia. És most tudod, az enciklopédiát feltöltöttük a Biblia funkciójával. És mindeközben megverjük az asztalt, hogy hát ez szintiszta tudomány. Szintiszta tudomány. Egy autó az űrben. Köszönjük, hogy zavartunk. Köszönjük, hogy zavartunk, és ahogy Kuátó mondta, nyissátok meg az elméteket. Meg az kockás inget a mellkasotokon. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Julient és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.